Nem van neki milliárdja, uram. Hát most mondom, elindul közbeszerzéseken, és gyakorlatilag mindenhol nyer, és ebből most már szóval, uram, igen jól lehet gyarapodni. Nem hallja senki, se csak ön meg én, amit beszélgetünk. Tessék? Ezt senki más nem hallgatja a tévébe, csak én meg ön. Igen? Miért a tévébe? Én telefonon beszélek önnel csak. Eddig egyébként adásban volt. A tévében nem tudok. Ottan akartam én beszélni velük, hogy vagy tévében elmondom ezt az én véleményemet. De nagyon mulatságos az a helyzet, hogy eddig is adásban volt. Tehát ez most mind hallatszott, nem ketten beszélgettünk, illetve ketten beszélgettünk, de elég sokan hallották, és hallják most is. Hát nem a tévé, ATV-be? Persze, hát felhívta az ATV-t, fölvette a munkatársam, és beadta adásba. Ez a fórumba megy mostan? Igen, igen. Hát én nem hallom, hogy ez megy. Nem is baj, mert jobb az adás úgy, hogyha ön csak a telefont hallgatja, de valójában adásban van. Ez most már a második ilyen mulatságos eset. Valaki egy két uram, héttel... Uram, én másról beszél itt ez az ember a tévében, én nézem. Ez a technika, egy picit csúszik az adás, tudja István? Hát én, ami önnel beszélek, nem a tévében ebben az emberrel beszélek. Biztos, hogy az ATV-re van kapcsolva? Nem kapcsoltak engem a tévére. Úgy értem, hogy az ön tévé, mert ezek szerint néz valamilyen tévét. Azt mondja, hogy ott hát egy másik... Van egy nagy tévém, egy méteres tévém van, a legnagyobb tévé. És ott, és most nem engem lát abban a tévében? Illetve... Nem, hát egy, nem tudom, hogy hívják ezt az embert. Uh-huh. De az ATV-t nézi? Hát ez, ahol van a fórum. Igen. Én azt nézem, ott uram. Van egy szemüveges figura. Egy csíkos ingben van a figura, kék zakóban, most integet. Ugye? Nem, aki, én az ATV-t nézem, uram. Igen, most integet az az ember, aki az ATV-t... Dehogy integeti. Uram, higgye már, ne is senki... Nem integet? Most integetek. Na, hát akkor velem beszél, mert én integetek. Most már elhiszi, hogy velem beszélget a fórumban? Tehát nem olyan nagy baj ez. Most már ne beszélgessünk? Hát nem tudom, hogy önnel beszélek. Igen, én váltig állítom, de hát, hogyha ez nagy csalódás hát önnek, akkor nem sajnálom. Nem olyan nagy baj ez most. Tessék? Folytathatjuk, ha gondolja. Na hát. De valaki mással beszél az úr. Nem én velem. De... Én önnel beszélek, ön pedig. Ne haragudjon, annyira mulatságos. Ne ide figyeljen! Én figyelek önre. Gáborral beszél? Igen, kezdettől fogva így is szólítottam önt. Haló? Igen, igen, igen. Bólogatok is. Én Gáborral beszélgetek, Gábor pedig velem, aki Feri vagyok. Csíkos én, kék zakó szemüveg. Na uram, akkor hallj, amit én mondok. Én végig hallottam, igen. Itt vagyok, Gábor vagyok, kérem. Igen, igen, igen. Igen, na most akkor uram, akkor hagyd mondjam már akkor el. Na még egyszer, én a 13. havi fizetésről akarok beszélni. De ez mind elhangzott, tudja Gábor? Tehát nem érdemes elismételni, mert akár hiszi, akár nem, ezt kezdettől fogva hallgatta mindenki, aki a fórumot figyeli. Ezen túl vagyunk.